Na csácsom és ötészt a csokoládé és traktorkerék. Sziasztok gyerekek, üdv a csatornán. Képen jelentkezik a következő Farming Simulator 15 videóval gyerekek. Erre a mapra olyan érzésem van, mikor belépek, mint hogy hazajönnék. Komolyan mondom. Ez egy ilyen kis nyugis, kellemes, nagyon szuper mapocska. Viszont rengeteg pénzt kéne termelnünk, hogy ugye a kirovecet meg tudjuk csinálni. Úgyhogy baromi gyorsan neki kéne állni aratni. És tényleg baromira kellene csinálnunk a dolgokat, mert tényleg nagyon kell a pénz nekem gyerekek, és emiatt nem hanyagolhatjuk el a munkát. Fú basszus. Nagyon gyorsan össze kellene kapnunk egy kis lóvét. A kirovecet szeretném megcsinálni, ugye? Kéne bálaznunk, kéne területeket learatni. Auto Combine módot nem raktam be, de szerintem ezt a területet már le tudná csapni a gyári munkásunk is. Mivel ugye, ez nem olyan veszélyesen szar ez a terület. Próbáljuk meg gyerekek, megindítom itt ezt a melóst, és megpróbálunk hatékonyan dolgozni, oké? Okay? Jó. Oké, okay, hadd csinálja. És akkor szemet tudjuk oldani az MTZ-vel. Fú, basszus, itt letiportam ugye a gabonát. Ugye. Yeah. Kéne hordanunk a szemet. És eladásra kéne vinnünk. Oh. Lehet, hogy el kéne adni a sulóba a cuccot. Azon filózok, úgyhogy gyorsan el is megyünk. Mennyit kell összeszednünk? Mennyi volt, mit mondtatok? Ó, jó, most nem akarok üríteni, menj tovább nyugodtan. Várjál, mit csinálsz? Én a Ford... az meg ez... Á, nem lesz... Nem akartam csúnyán beszélni gyerekek, de ez nem lesz jó. Mert ez a szerencsétlen... Állj meg, morja, letiporja gyerekek, letiporja, jó van. Nem tudom rábízni. Nem tudom rábízni, benne van a letaposás, hogy széttapos mindent itt gyerekeket. Ezzel nem fogok előbbre jutni. Az már megy bele, ahol meg akar fordulni, mert úgy ott megvan szakítva. Gyerekek, a Farming Simulator 15 gyári... mi ez? Munkás dolog, ez szörnyű, nagyon rossz. Ezt egész gyorsan arat ez a forsít, úgyhogy ez a kellemes. Egyébként folyamatosan lesznek bele modok ragva természetesen. Ja, és ugye sérülünk. 5%, úgyhogy erre is kell gondolni, hogy baromira sok pénzbe kerül ez nekünk. És ha megtelik 82%. Megpróbáljuk a bálát is eladni, nem? Meg kellene azt is csinálni, hogy igazából mindent eladni. Az MTZ-vel neki kellene árni, hogy szemet hordani. Nem, egyszerűen az a baj, hogy annyira sok munka van. Legjobb lenne, hogy még egy segítőt felvennék, mármint egy munkás embert, aki engem segítene. Nincs a tiédbe, egyszerűen nem akarnak jönni dolgozni már az emberek. Nagyon tetszik ez a map. Nem tudom miért, de tényleg olyan érzésem van, mint ahhoz, hogy jönnék erre a mapra. Itt haza találnék. Itt vannak ezek a régi, öreg gépek. Ez a millió, ez eddig szerint, nem tudom, nekem ez a legjobban eltalált olyan map, amivel azt mondanám, hogy úristen, ez tényleg jó. Ja, írtátok, hogy vegyek ranch a drót. Ugye, lehet, hogy az lesz, hogy vannak azok a nagyon régi ranch a drók, és akkor gyorsan össze tudnám csapni, ugye a bálázás sokkal egyszerűbb lenne, hogyha rendekbe raknám még jobban. Úgy, mint ugye a lekasztált területet. Ah, és akkor... jobb lenne nekem. Úgyhogy azt írjátok meg, hogy rendsodróra befektessünk, és akkor utána balázzunk, mert akkor igazából tudjuk azt csinálni. Jajjó. Viszont állattartást is szeretnék. Lehetném ezt a mapot teljesen kivinni. Úgymond, hogy egy nagyon jó gazdaságot, egy pöpec nagyon jó gazdaságot teremteni. És egyébként képzeljétek, a TSL-nek mondta, hogy a térképen lezvont egy helikopter is. Egy ilyen permetező helikopter. Hoppá, meg is terettük. Ó, és letiporja.
Egy felmetező helikopter le van zuhanva, szóval valamit azzal meg kell csinálnom. De szép ez az MTD, ez a 80-as MTD engem nagyon bejövő is. Ja, nem engedte ki a csövet, hiába. Megyünk, ezt el is adjuk, srác. Nem tükörünk, el is adjuk. Ugye ez már a második terület, amit learatok. Ebben még fér bőven. Ezt learatom, és akkor megpróbálunk eladni ezeket, cuccokat, jó? És kihordjuk a gabonát a silóból, és akkor megpróbálunk összekapni annyit, hogy a kirovecnek ki tudjuk adni. És a nem TMK-nak ki tudjuk adni a kirovec megjavítását. Tehát egy kis pénztermelés is kellene, mert le vagyunk gatyásodva. Gyönyörűséges, jó vetőgépet is kell majd vennünk. Nagyon sok mindenre kell a pénz. Ja, a kirovetszel azzal tudnánk ugye, tudnánk nagyobb vetőket húzingálni. Egy nagyobb tárcsát tudnánk hozzávenni. Hát kell néznünk, hogy milyen készleteink vannak, srácok. Mondjuk a 1050-es az elég bika gyerekek, hogy a kirovetszet oda berángatta. Úgyhogy ha az MTZ-vel nem is tudok annyit, és ugye kirángatta, na az MTZ-vel nem is tudok olyan durva munkákat megcsinálni, viszont a T-150-nel, igen. Ami nem T-150 kell, hanem T-150 csak. A következő föld az már ugye nem árpa, ez búza lesz. Viszont az utána következő, azt ha jól sejtem, az már árpa. Mi meg nekiállunk szója babot vetni, reformáljuk a TS-t egy kicsit, meg mindenképpen össze fogjuk szántani ezt a pár területet is. Ezt így azt fogjuk csinálni, hogy folyamatosan megyünk a területeken végig, ahogy lealatjuk őket, és azokat megpróbáljuk modernizálni egy kicsit, hogy ne ilyen keszekusza területek legyenek. Mert veszünk egy vetőt, és ugye fűvel bevetjük a szélét, nagyobb forduló részek legyenek, fordulókör, majd meglegyen ugye a földek végén szögletesebbek legyenek a felületek, veszünk egy ekét, amivel ugye összeszántjuk őket, és ezt így mind megcsináljuk, hogy normális élhető körülményeket teremtsük, és tudjuk termelni ugye a pénzt folyamatosan. Ja, néhol elmaradt, nem baj. Hát ezt még leürítjük, gyerekek. És akkor eladjuk a gabonát, jó? Következő körben még le kell maradnunk, ugye természetes. De kellene pénzt csinálnom egy picit. Üljünk be az MTZ-be. Árpát, erre a pótkocsira még fér, úgyhogy annyira nem tudom miért tetszik a grafikán ennek jobban, mint a többinek, de tetszik. Ja, ugye lepataposás mód benn van már, úgyhogy nagyon óvatosak legyünk, meg még ráadás a sérülés módunk is benn van, úgyhogy ne menjünk neki semminek. Szóval itt azért lehet óvatoskodni. Lehet normálisan játszani. Nem tézi, már 8%-os sérülés mutat szegény. Pontosan. Na, szedek fel még ugye árpát, és megnézzük, hol veszik, ezt eladjuk. Hol veszik legjobban? Hát, hogy benne a faluban, magánháznál ugye tartanak disznókat, vagy bármit, akkor ugye veszik az utcát, vagy tikokat. Menjünk hátra, jó van. Nagyszerű. Állattartást, megmondom őszintén, srácok, képzeljétek el, állattartást. Soha nem csináltam ebbe a játékba. Ezt tudjátok össze. Nem csináltam soha. Farmingba. Nem tudom, az úgy nekem úgy mindig így kimaradt. Ennyi fullon vagyunk. Na nézzük akkor az árpát, hol veszek, jó?
Ja, basszus, itt még az inventory-ban van, még, vagy I betűvel jön elő. Árpa. Árpa, 1400, tovább nincs. Nincsen. 1400, Kelemen Roland, gyerekek, Kelemen Roland veszi. És azt hiszem, itt is meg tudom nézni. Kelemen Roland, hát bent van ugye a bevárosban. És balra, jó lesz ez. De jó, nagy a map. Tök jó, tetszik. Kelemen Rolandhoz kell mennem. És akkor lesz egy kis pénzünk. Gyerekek, rendesen megsínyli a MTZ ezt a pótkocsit, ne szórakozz vele. Komolyan. Nagyon gyorsul. 12 ezer literes ez a pót. Nem kicsi. Nem kicsi. Sőt, ez nagynak számít, ugye. Nagyon nagynak számít, gyerekek. Basszus, rendesen emelgeti az elejét a MTZ-ink. Ja, forgalmat kérdeztétek, hogy ki van, miért nincs a játékban. Hát ki van kapcsolva, mivel ugye nem autentikus forgalom van benne, de be is kapcsolhatom, mert ugye modern gépek vannak benne, de nem akartam. De az, az rendesen fogja a gépünket. Kíváncsi vagyok, a helikopter hol zuhant le. Mondták, hogy lezuhant, de az is sajnos ripityára tört, azt is ugye, hogy valószínű valami olyan helyre, ahol valami nagy darús autóval tudjuk kiszedni. Úgyhogy arra lehet számítani, hogy majd bérlünk egy... Beszélünk ugye az Axiallal, és bérlünk darús kocsikat. Vagy darús kocsit, és akkor meg kell, hát, ha megleljük, ugye, megleljük. Nem tudom, hogy pontosan hol van. A helikopter lezuhanba. Na, Kelemen Roland, azt szerint van talán oldalt, ugye? Nézzük meg. Kelemen Roland bal oldalt, akkor ez lesz az itt az első ház balra. Nézzük, a Roland megveszi a frankon. Aha, így van. Majdok egy pillanatra, benézünk. Nem itt veszik, gyerekek, nem itt veszik. Na, nézek a térképen, már nem tudom. Itt még nem mutatja, várjatok. Árpa. Amit még nem lehet megjelölni, mi? 15-ben még nem volt olyan. Nincs olyan, hogy mutatja izéket? Még csak itt lehetett megnézni a 9-esnél? Kelemen Roland. Aha, itt lesz. Itt lesz, gyerekek, a Kelemen Roland. Búzát, repcét, napraforgót és kukoricát. A Roland megvesz. Jó, menjünk akkor vissza. Mari meg itt. Ó, az a nyádi hitszentség itt. Ne szórakozzál, Mari. Bele nem menjünk az árokba. Fú, te. Ráverek a seggedre. Hát jó megnyőttél, te, amióta nem láttalak. Hát. Jó segged, az megvan még. Megyünk, traktorosok. Traktorosokra buknak a csajok. Ugye? Indulj már, olyan lassan indul ez a traktor, gyerekek, indulj meg! Na, mennyit fejlődött a Keeper azóta, amióta új lakon játszott, forgozsámolyos portkocsival való tolatása. Erre gondolom így lehet, hogy kíváncsiak is vagytok. És ezt most így megpróbálom prezentálni. Pedig elég szarul is sikerült ide a csoroknom. Megpróbálom prezentálni. Nagyon szarul sikerült irányom. Őre baj van. Őre baj van. Nem tudom lekövetni. Gyerekek! Nem baj. Most lesz a jó. Most lesz a nem jó. Ah, de oda rakó. Gyerekek, ez komoly. Egyébként fotelom volt, olyan képzeljétek. Hát most nem azt, hogy még él, csak ugye most már nem traktorozik ő.
Ő volt olyan a faluban, hogy ha valaki nem tud valahol betolatni, akkor szóltak neki. Hát úgy látom, nem örököltem ezt a vért. Tényleg egyébként úgy volt, mert akármi volt, de be tudott tolatni. Legszarabb hülyébb helyre is. Gyerekek, megőrülsz! Bemegyünk előre. Meg tudunk fordulni? Nagyon kicsit fordul a kerekárnak a 80-asnak, hogy rohadjon meg. Nem akarom nagyon kitörni. Jó, elfért. Bemegyünk előre, gyerekek, megfordulunk benne. Hát, hú, kipörözt tököl meg én. Hát, hol lehet kirakni? Itt valahol? Ha kirakod, itt már ki is lehet, jó. Jó, de szuper. Sima meg tudom fordulni, de szép ez az MTZ, hogy rohagy meg. És jó, mert megvannak kobba a kerekek. Jó, egyébként a Faternak volt olyan a 82-es kis kabinosa, hogy úgy volt kobba a kerék, azt nem hiszitek el, hogy közepe, hogy a guminak a széle, ezek a mintázat, a gumi sokkal kijebb volt, sokkal magasabb volt, mint a közepe. A közepén jobban volt kobba. Azért, mert ugye alapban ilyen pupos, ahogy megy a föld, én az aszfalton, és ugye aszfalton ment mindig, és gyakorlatilag a közepe jobban kopott. Ez ilyen tök furán nézett ki, ilyen homorú voltak a szinte van a gumik. Jó, mennyit kaptunk érte? 17 ezeret, gyerekek. Mennyi volt a Kirovecnek a javítása? Ki emlékszik rá? Ki emlékszik arra? Nem volt olyan sok. Szerintem ebben meg is tudjuk javítatni. Jaj, gyerekek, az nagyon jó lenne. És akkor esetleg tudnánk venni rá valamit? Örülnék neki. Esetleg egy tárcsát vagy valamit tudnánk rá venni, annak tudnék örülni. És akkor az meg lenne nekünk. Na ugye mindenképpen autentikus gameplay csinálunk, tehát nincs olyan, hogy egyből izé vetőgépek kultizó. Sőt, még szántanunk is kellene, én arra gondoltam, hogy még a szántás is beleférne. Mert, hát figyelj, TS-be dolgozunk. Régen a TS-be nem volt olyan, hogy kultizott a vető, meg hogy izé, meg hogy nem szántottak. Szántottak be az ott mindig. Meg volt ugye folyamat a dolgoknak. Gyerekek, várjatok, beugrok a izébe. Beugrok a izébe a TMK-ba, megnézzük, hogy mennyibe kerül. Azt, hogyha tudjuk, akkor megjavítatjuk. És akkor lehet, hogy egy nagy tárcsát, vagy egy ekét veszünk. Aztán nekünk szántani is. Nem emlékszem, mennyi volt a TMK. Na mennyi az annyi? Mennyi az annyi? Hol írja? Na várja. 10 000-be kerül az a javítás, hát gyerekek, azt mindenképpen ki kéne fizetni, ugye? Jó, nekiálltak szerelni. Hát, hogy halljátok is a hangokat, dobálják a szertanokat, minden. Jó, hát szereljék csak, csinálják csak. Jó. Na, szerelik, jó van. Menjünk akkor. Ilyen izé hangok, minden, nagyon atom. Ez a mod, ez nagyon jó, hogy így lehet szereltetni. Jó, akkor még viszek szemet. Csak azt csináljuk, hogy mindenképpen keresünk még pénzt. Na és fogy a pénzünk, úgy fogy a pénzünk, ahogy ugye a TMK használja fel. Ez nagyon jó. Gyerekek, ez baromi jó. Nagyon tetszik egyébként, és milyen jól le van animálva izé a traktoros. Pont rajt fogja izét. A kormányt, baromi jó. Nagyon tetszik, hogy rohadjon meg, akinek csinálta ezt a mapot. Nagyon bejövős. Ezek a szemetek, a hordó, meg a többi. Utószólag félredobva, tipikus. Tipikus gyerekek, tipikus. Töltés megkezdése, mind van. Repcénk van, kukoricánk is van, napraforgó nincs. Árpa búza. Repce, az jól ad. Töltsük meg azzal, addig körülnélek egy kicsit.
Itt föl is lehet menni ezekre a helyekre? Ah, de nem lehet. Vagy igen? De föl lehet valamilyen szinten. Aha. Tök jó, na megvan a repce. Oh. Nagyon azt hittem sérülök komolyan, olyan élethűen az egész. Na, hol a izénk? A repcét hol veszik jól? Repce, 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 repce. Kelemen Roland ugyanott, más nem veszi? Más nem. Kelemen Roland ugyanúgy, hogy a gyerekek megyünk. Ez mi ez? Nagyobb a fajsúlya? Ez lassabban megy ez a gép ezzel. Gyerekek, ezzel viszont megint nagyon jó pénzt fogunk keresni. Ezzel ugye, ez tupla annyit. Ez egy jó 20 ezer, meg tudjuk venni akkor ezért. Lehet, hogy MTZ-be be is nézünk akkor, hogyha el tudjuk vontatni, mert mondjuk a pótkocsit meg nem szívesen hagynám ott. Ja, ezért kirovetsz, mert fel kéne szerelnünk normális dolgokkal. Hát ugye, ja, az kellene. A kirovecet tudnánk használni ugye izére. Tárcsázni. Trábát is veszünk később természetesen, de most akkor így fel tudjuk oldani a kirovecet. És akkor gyors fel tudjuk tárcsázni. Esetleg egy nagy ekét is venné rá. Viszont az MTZ-ben tudnánk vetni. Úgyhogy ez nagyon ki lenne számolva. Fel tudnánk használni mindent. Jó, TMK szépen dolgozik, fogy a pénzünk, gyerekek, viszi a pénzt, de hát ez van, kell. Jó, nagyon tetszik. Nagyon-nagyon élethű, nagyon bírom. Ó, gyerekek, egy kicsit, én azt mondom, hogy mennyi az idő. Hát csak azért, mert éjszaka is nagyon hangulatos ez a map. Mivel ugye rendesen, korom sötét lesz ugye ezen a mapon. Fel kell kapcsolni a faluba a világítást, minden. Meg a telepen, mert különben korom sötét van. Csinálunk egy olyat megint, hogy nagyon precízen állunk ide, és akkor... Oké. Okay. Ez a kormány, nem? Ez milyen egyszerű és mennyire jó. Meg van jelölve a fal, nehogy lopjanak belőle, beszorsz. Nagyon jó. Roland bátyánk megjelölte. Hát ez itt tök jó, be lehet jönni egyébként traktorra. Várjál, mi az, hogy kirakodás? Na jó, azt hittem, hogy maradt rajt valami, de nem. Na jó, 39 gyerekek, várjátok, bemegyek az axi... Be kellett volna mennem az axiához. Meg kéne állnom. Betolatok ide, aztán... Bemegyek az axiához, megnézem, mennyibe mennek a idők a... Mennyibe mennek a dolgok, amik nekünk kellenének. Itt jó helyen vagyok, nem? Jó, a Suzuki-t nehogy megtűrjük, Swift-öt. Jó, most látszak, ez mi az új Swift? Ma kiadták. Te gyerekek. Ez nem egy Swift, ez mi az? Mint egy Wagoner meg egy Swift keveréke. Na, mi az, be van téve az ajtó, ugye? Na. Nézzük, mit árulnak itt gyerekek, mit árulnak. Itt mit lehet csinálni? Bárja. Szerviz, ne szórakozzál, more. Van ilyen is. Nyisd ki ajtót, nyisd ki. Aha, itt is lehet csináltatni. Van szervizük, szoxiálnak, nem hiszem el. Jó, ahogy kinyitottam az ajtót, elkezdett laggolni. Na, megállt a lag, jó. Ó, rába. Na, egy ilyet azért majd be fogunk szerezni. Szöröznyi. Na, megnézem, hogy mit árulnak. Mink van nekünk, ugye meg kéne néznünk akkor. Garázsba, hát a vonórúd. Jó, majd adunk. Igen, nincsen betőgépünk, gyerekek, nincsen betőgépünk, nincsen tárcsánk, úgyhogy ezeket meg kell vennünk mindenképpen. Talajlazítás. Talajlazító. Ja, itt külön vannak a modok, bocsánatot kérek. Ekék. Aha, van, jó van. 6 fejes és 5 fejes eke. Félig függesztett, ugye.
Jó, viszont az a nagy problém, megmondom őszintén, nekem... Jaj, basszus, igen, kell vennünk ezeket is. Az a baj nekem, hogy akkor Kirovecre kéne vennünk egy-két gyerekek. Egy ötfejes elég lenne. És akkor majd eljövünk érte, jó gyerekek? És akkor nekünk ez jó lenne, szántani a Kirovecce. A vetőgépet meg akkor majd be kell raknom, mert még sajnos úgy láttam, hogy nem raktam be. Voltam ilyen balga. Egy teljesen úgy emlékeztem, hogy igen, aztán mégse. Még nem jöttek meg az axiálhoz a vetőgépek. Ugye? Jó van, amire hazaérünk a Kirovec szerintem meg is lesz javítva. Hogy még a vész, hogy még csinálnak, még dolgoznak rajta. Megpróbáljuk, igaz, egy jó öreg Kirovec ez, de talán TMK-nk jó meg dolgozik vele. Jó meg csinálja. Azt folytatjuk az aratást, folytatjuk a pénzkeresést. Ugye azok az árak, amik vannak a Rábánál, meg a többinél, azok nem érvényesek. Azok át lesznek írva. Mindenképp a Kirovecszel eljövünk majd a izél. A vető, vagy a... Az ekér. Ugye mindenképp szántani akarok. Meg összeszántani is akarom a területeket, de mindenképpen most szeretném kipróbálni egy normális szántást akarok művelni, gyerekek. Egy normális szántást. Meg is javították, azt írják, jó van. Elmegyünk, megnézzük, gyerekek. Nézzük, lessük meg. Ó, na, ugorjunk be. Ó, szép hangja van, gyerekek, meg kell mutatnom nektek, mert nagyon-nagyon szép hangja van ennek. Aha, ez nagyon jó. Jó van, föl is van tankolva, látom, fötankolták. Kicsit lejjebb vissza az engerőt, mert valamelyik gépeknek rettenetesen hangos. Mentünk egyet, és akkor elmegyünk az ekéért. Ah, szép ez a gép, gyerekek, szép. Elmegyünk az ekér. Hát igen, egy kicsit le van lagva, egy új festést is dobhattak volna rá. De annyi baj legyen. Félrejárok az MTZ-hoz, azt elmegyünk a izért. Elmegyünk az ekér. Nagyon jó. Nem tudom, hány lóerős az a Kirovec. Mit tudtok róla? Egy 250 biztos van, úgyhogy az jó lesz nekem. Jó terepjáró képessége van. Nagy vonó erejű traktor. Nemképp ki akarom próbálni a szántást. Valamelyik területen. Megnézzük, milyen opciók vannak. Az egyik területünk, ha olyan, akkor ezt felszántom, tehát olyan terület, amelyik nem bálászható. Szép gyerekek, tetszik ez a Kirovec. Magyar címer, régi Kádár címer, vagy nem is tudom milyen. Az nagyon jól néz ki rajta. A villogókat is kicserélték az égőt, minden megcsináltak gyerekek. Meglessük ezt a kilátásnál egy kicsit zavarja ez a nagy kipufogó itt. Ó, ott is te fiú. 3 pontosra. Csatlakoztatok.
Eke leeresztése, eke felemelése. Jaj, gyerekek, nagyon-nagyon szép. Egy ízén, egy stegen jobban mutatna. Na majd az is lesz. Oppa, oppa, kicsit villen. Kicsit fura. Jó van, gyerekek, ez jónak tűnik. Múltkor néztem egy ilyen tutoriát pont, hogy hogy kell beállítani az ekét. Traktorhoz, ugye? Elvileg ugye a jobb oldali kerékhez kell állítani. Nekik alig várjátok, hogy szántsuk, ugye? Fogadni merni. Érzem, tudom, én érzem. Ó, nagyon szép egyébként. Szép az ezeket. Ma lehet ilyet mondani. Mindenképpen szeretném kipróbálni a szántást. Nagyon-nagyon tetszik. És főleg ezzel a régivel, ugye? Ugye ez még nem forgatható, úgyhogy itt még gyakorlatilag igazodnod kell. Mindenképp akarok egy nagyon jó szántást, gyerekek. Akarok szántani. Akarok szántani. Nagyon-nagyon-nagyon... Én még ennyire nem vágytam arra, hogy szántsak, srácok. Én még ennyire még nem vágytam arra. Azon gondolkozok, a következő földet meg kellene néznünk, hogy mi az. Nem akarom letaposni. Jó, nem bele akarni semmibe. Hoppá, hoppá, sikerült. Kirovecnek széles kereke van. Jó, most srácok, oké, itt marad. Nézzük a következő föld, az mi van rajt, jó? Nem van tudni. Termésfajták. Van nekünk itt... Volt kukoricánk, volt árbánk, következő az búza, és a legszélső az a repce. A repcét, hogyha learatnánk, ugye abból nem, nincs izé, nincs szalma, és akkor ezt le tudnánk szántani. Úgyhogy lehet, hogy átvágok oda. Gondolatosan kéne nem összetörni a forsitet. Bár úgy kell, hú basszus, pedig nem gyerekek, ezt nem úgy kell ezt megcsinálnom, ezt úgy kell megcsinálnom, hogy fogjuk, és ezt az egészet egybe szántani. Keresztbe. És ott úgy fordulni, ezt úgy kell megcsinálnom. Ez területrendezés lesz, itt abból, ebből gyerekek területrendezés lesz. Úgyhogy most búzaaratás van. És területrendezés lesz belőle. Hú, alig várom gyerekek, nagyon szép területeket akarok létrehozni. Bár itt azon filózok, hogy ebből hogy lesz itt egyenes terület, ezt a sarkát, ezt lecsipjem, megcsináljam fűvesre. Hát, hogy az lesz. Elég sok eveszendőbe megy, nem? Ugye az utat azt nem fogom felszántani. Tehát azt nem akarom. Meg a szalmát se akarom ekkor, úgyhogy ebben a részben nem lesz szántás. Srácok, nézzük meg milyen ízék lehetőségek vannak, milyen IC lehetőségek vannak. Ugye az azt jelenti, hogy tudok matatni különböző dolgokat, de én nem látok semmi olyat. Ott van egy debizsony, ugye ez a tipikus megsárgult. Kanna, műanyag kanna. Aha. Jó lesz ez. Nem lesz rossz ez a farföld összeszánva. Itt mindenképpen ki kellene egyenesítenem majd. Nagyon kacsfaszul van, azt a farfát esetleg kivágom.
kidarálom a töveit, és akkor, hogy itt is egyenesbe tudjam szántani, itt a kerítés menet szépen. Hát ez nagyon szörnyű, hogy itt milyen állapotok vannak. Például itt is azt a falfát nem tudom minek hagyták meg. Ott ebben a majdnak a hely. De nem tudom minek hagyták meg, ezt a párfát itt ki kell vágnom. Jó, most már tudok stílt venni, majd kitaláljuk gyerekek. Ezt bedobom egy pótra. Lehet, hogy azt meg kéne csinálnom, nem? Lehet, hogy föl kéne szórnom a pótkocsira, ezt a párfát kivágom. Aztán fölszórni. Ja, csak itt még nem tudok kézzel, itt még nem lehet. Itt nem tudok kézzel dolgozni gyerekek. FS15. FS15. Kézzel itt még nem tudom megfogni a dolgokat. Úgyhogy lesznek problémák. Itt utána kell nézni egy-két dolognak. Kell egy homlokrakoda és akkor úgy kell vágnom, hogy tudjam is azt normálisan. Vagy pedig egy Weimar, gyerekek. Egy Weimar kellene nekünk még. Axiálhoz meg kéne rendelnünk, hogy legyen egy Weimarunk. És a Weimarra meg tudnánk csinálni. Azt ugye, hogy arra tudunk különböző dolgokat rakni. És akár fát is tudok vele pakolni, ki tudom hozni a Weimart, és akkor ki tudom vágni ilyen erdősávokat. És azzal tudom, fel tudom szórni, ha kell, pótkocsira dolgokat. Ja, az a srácok. Rengeteg munka lesz itt. Még izén is elártana. Lehet, hogy rendes, igen, kéne egy Weimar. És rendes izé. Ganajozni kellene szerintem a földeket. Figyeljetek, ilyen különböző permetszerek meg higtrágya, nem. Itt gyerekek, ganyízni kell. Trágyaszóró. Weimar, megrak. Trágya szóró. Ki szórjuk. És úgy, ahogy kell. Ezt gyerekek, ne tököljünk itt. Jó kis marha trágya, annál jobb nincsen. És ganyi. Meg kéne keresni ugye a helikopter, és itt egy permetezésre azt is tudnánk használni. Meg ezeket a területeket rendezni. Közben írjátok meg, hogy mégis mit, szerintetek milyen sorrendet válasszak. Én azt mondom, hogy ezt a két földet le kéne aratnunk. Utána esetleg a rendsodrót azt berakni, és nagyon, nagyon jó kis rendeket csinálni, jó széles vagy jó nagyokat. És akkor gyorsan fel tudnánk bálázni, utána összekapni a bálát. És utána egybe szántani mindent. Kellene egy vető, amivel meg tudnánk csinálni a szélét. Úgy gyerekek, kell a pénz, az az igazság, kellene a pénz. Egy Weimar mindenképp rendelünk a TS-ből, ugye az axiálhoz, mezőgéphez. Kiroveszünk már működik. Meg még annyit megírhatnátok, srácok, hogy van lenne, legyen olyan munka, amit én elvégzek gameplayen kívül. Tehát, hogyha most van ez a terület például, aratásügyileg, akkor ezt végig tegyek veletek, vagy pedig inkább csináljam meg gameplayen kívül. Ez is érdekülne. Meg a középső kukorica területet még azt is azzal is kellene. Ezt meg silózni akarok mindenképp. Gyerekek, azt is kellene csinálni. A következő részben azt kell csinálnom, mivel az még nincs is learadva. A következő részben mindenképp veszünk forsít silózót, vágót. És akkor azt meg kell csinálnom. Bunker silóba be kell hordnom azért. A kukorica szecskát ugye.
az lesz, srácok. Rengeteg munka egyszerűen, nem is tudom mire fogunk érni, hányadik résznek a... Hány részes lesz, hogy a végére érjek ennek. Ez a sorozat. Ez már a harmadik föld, amit adatok végül is, azért ez nem olyan rossz. Ennyi megtennünk. És pont nem jól megyek, tudom. Mármint, aki... Lehet, hogy már írtátok is, hogy ugye nem így kell menni, hanem kifele legyen mindig a... ne a föld belső fele legyen a cső, hanem ugye kifele. Mert különben az a probléma azzal, hogy nem tud, rá kell menni a földre, hogy ürítsenek, úgy meg ugye nem működik nagyon jó. Jó, gyerekek, ide én is kiállok. Látom, hozom az MTZ-t. Ilyen messze lehet, hogy tabolni fogok vele. És akkor kiürítünk. Hát itt egy egyéveset meg tudunk csinálni. Elég nagy a fordulókör ennek az MTZ-nek érdekesen, mert szerintem lehet, hogy egy kicsit szűkebben lehetne vele fordulni. A gyerekek, leürítünk. Küldöm a földön most izomból. Kíváncsi vagyok, hogy romlik-e az állaga, úgyhogy ha pattog egy picit, talán nem. Hát ezt a checkmetet ki kell innen vágnom. Szörnyű. Kell egy rendsodró, meg kell mindenképp vető. Axiához be kell rendelnünk. Nagyon nekimentem a izének, jó. Jó, és kacok, várj, fel vagyok a létre, hanem ezt addig. Már a létre. Jó, alakul. Jó, most srácok, szerintem elbúcsúzom. Írjátok meg, hogy gameplayen kívül arassam le ezt a földet. És esetleg küldjetek még modokat. Már küldtetek nagyon sokat, azok közül fogok válogatni. Hát kellene mindenképp egy vej már nekem. Meg egyébként kellene nekem... rendsodró, az a régi rendsodró, tudjátok, kézzel kell kinyitni. És a mod is olyan, hogy le kell szállnod a traktorra, és kézzel kell kitekerned. Ugye tudod állítani, hogy milyen funkciót töltsön be. Na, köszönöm szépen a figyelmet. Jók legyetek, srácok, sziasztok! Az alja, és néhány kereke. A hegyi út széles, az ifa meg szétes. Ikarusz a kaszni, a talulusz a gumia. Ha-ha, de megy ez az ifa.